Új Ecofamily áruház épül, megújul a Jancsárkert termelői piac és bővül a parkolóterület is. Schulz György, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület elnöke elmondta, a termelői piac a beruházás ideje alatt is zavartalanul üzemel, szombaton délelőttönként az építési terület mögötti csarnokban várják a vásárlókat. Ez már az ötödik piac ezen az átmeneti helyen, és azt kell mondanom, hogy megszokták. Nagyon sok volt köszönhető annak a helyi média segítségnek, amit éppen az alapkőletételkor tettünk meg, és nagyon, nagyon sok emberhez eljutott ez a hír, hogy gyakorlatilag a megszokott helytől csak néhány méterre van ez az átmeneti piac, amit végül is elfogadtak nem csak a vásárlók, hanem az árusok is. Természetesen számos tennivaló hárult az üzemeltetőre, hogy kialakuljon az a piaci imázs, amelyet az őstermelők és a vásárlók megszoktak, de mára már belakták az új helyet, és ott jártunkkor is sokan éltek a lehetőséggel, hogy őstermelői árukkal térjenek haza. Gyakorlatilag a megszokott helytől csak néhány méterre van ez az átmeneti piac, amit végül is elfogadtak nem csak a vásárlók, hanem az árusok is, és kezd egy kicsit piacos hangulat kialakulni, úgyhogy körbenézünk, akkor egy ilyen kerített udvarszerű tér, egy zárt tér alakul ki, és zsibogással, kis piaci zajjal, természetesen a pecsenyésekkel. Tehát úgy látjuk, hogy erre a 10 hónapra, ameddig erre a piacra szükség van, itt sikerül majd egy jó kis piacot létrehoznunk. Jó hír, hogy rövidesen átadják a munkaterületet, és a terveknek megfelelően elkezdődhet a munka, hogy aztán egy ízig-vérig 21. századi korszerű megoldásokkal megépült termelői és biopiac várja a vásárlókat, mintegy 7777 négyzetméteren.